Tisztem! Az RSM bemutatja a motorháztető alatt fókuszban Guido és Luigi. Mint tudjuk, hogy Guido és Luigi Villám McQueen box csapatának tagjai. Ahhoz, hogy megértsük, hogy lett belőlük ilyen sikeres páros, el kell utaznunk az olaszországbeli Carsoli városába. Itália! Itthon vanni! Topolino bácsi! Luigi, Guido, che bello rivedervi! Bentornati. Minden Topolino gumiboltjában kezdődött. Topolino nagybácsi tanította meg Guidónak és Luiginak mindazt, amit érdemes tudni a kerekekről és az életről. Régen, mikor Guido és Luigi nálam dolgozni, mindent tudtak veszekedni. Éva bene ragazzi, ti csak veszekedni. Tutti gli amici veszekedni néha. Főleg legjobb barátom. Guido és Luigi végül nyitottak egy saját gumiüzletet. Nem Olaszországban, hanem kipufogó fürdővárosában, ami a legendás 66-os út mellett fekszik. A siker kulcsa olasz temperamentumuk és hozzáértésük volt. A kerékbiznisz kezdett felpörögni, és mindennél boldogabbak voltak. De amikor megépült az autópálya, Zsák utcába kerültek. A vevők hirtelen elkerülték kipufogó fürdőt. A korábban megbízható forgalom már másfele haladt el. A legtöbb üzlet tulajdonos máshol próbált szerencsét, de a hűségesebbek, köztük Guido és Luigi, igyekeztek kitartani. Nem is sejtették, hogy az menti majd meg a várost és a boltjukat is, hogy véletlenül felbukkan náluk Villám McQueen. Neki köszönhetően egyszerre hódolhattak mindkét szenvedélyüknek, a gumiknak és a versenyzésnek. Már csak az kellett, hogy lehetőségük legyen bizonyítani a pályán is. Guido, itt az idő. Az egész világ őket figyelte, és mindennél nagyobb volt a nyomás, de nem okoztak csalódást. Azóta is csavarkulcs fontosságú tagjai a Rozsdamaris csapatnak. Négy szelepkupa győzelemhez segítették hozzá Villámot. Pit stop. Beutazták a világot a 95-ös csapattal. Egyszer még Olaszországba is eljutottak. A gummi nyomás perfetto! De a valódi otthonuk már örökké kipufogó fürdő marad. Életem értelmének teljes beszúlésze! Hamarosan a Racing Sports Networkön.